Igazából az jutott eszembe, hogy mennyire nem tudunk vezetni, vagy legalábbis én. Tehát az ember azt gondolná, hogy sokat autózik, és tud vezetni, de hát ilyenkor azért fény derül a turpisságra. Remélem nem riadt az arcom. A közlekedők világába egy Dacia-val léptem be, ZP-s volt a rendszáma, és hát ezt akkor adtuk el, amikor egy kerékcserénél beszaladt az emelő a padlón, és akkor gondoltuk, hogy eladjuk, de az volt az első. És ma milyen autót hajtasz? Kettő autót használok, egyet a mindennapokban és a munkában, egy C4-es Citroen, ilyen kis terautó, és a családnak való autó pedig egy kombi Merci, egy 320-as CDI. Volt valamilyen baleset esetleg eddigi pályafutásod során? Volt sok, talán a legmulatságosabb az az előző autómmal volt, amikor 24-én reggel valamit elfelejtettünk, még valami hiányzott a karácsonyfáról, és elmentem egy ilyen nagy multi bevásárlóközpontba, amelynek a parkolójába nem adta meg nekem a jobbkéz szabályt egy szintén aznap közlekedő, azt hiszem, hogy egy fiatalember volt. Én elkaptam a kormányt, gondoltam, hogy ott felszaladok a patkára. Igen, ám, de a sövény mögött volt egy tűzcsap, és a tűzcsapra föl, és este ilyen pár másodperces szünet után ugye elkezdett lövelni a víz így az autó alatt kifelé. A vízfüggönyön keresztül ugrottam ki, és futottam a fiatal után, aki egyébként adott betétlapot, tehát az ő biztosítója fizette a kárt. És hogy voltál megelégedve a mai autóval, a tesztautóval? Jó, nagyon sok kütyű van benne, tehát én szerintem ugyanúgy leszek ezzel, mint a számítógéppel és az internettel, hogy nagyon sokáig tiltakoztam az ellen, hogy nekem ezt muszáj megtanulnom, és a mai nap nem tudom elképzelni a munkámat enélkül. Az autókkal is így vagyok, tehát én szeretem, hogyha manuális, szeretem, hogyha nincs benne annyi kütyű, csak a megszokottak. Viszont olyan dolgok vannak ebbe az autóba, és ezért mondom, hogy talán ezzel könnyebb lesz autózni, ami már lassan kivéthetetlen, hogy úgy mondom, tehát minden autóban lesz a parkoló, ez a parkradar, azt hiszem úgy hívják, ez a kamera, parkoló kamera, bocsánat, ez is egy nagyon hasznos dolog, tehát csomó olyan dolog van benne, ami jó, ez volt nekem ami legjobban tetszett, vagy amire legjobban felfigyelt. Nagyon jó volt egyébként, köszönöm szépen nektek az élményt. Többet soha jelen, ne hívjatok, csak ennyit kérek. Egyébként a tényleg.